Csácsomi csört, ezt a csokoládé, szavaztok gyerekek, üdv a csatornánk! Éppen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 100 év a mezőgazdaságban videósorozattal. Hoppá, elnézést, egy kicsit beleakadt a Huzentraugerem a traktorba. 1923-ban nagyon gyorsan átugrunk az edukációs részre. 1923-ban több dolog történt a világban. Kettő dolgot emelnék ki. Az egyik az Magyarországgal kapcsolatos. Elindult a legelső rádióadás 1923-ban Magyarországon. Lehetett fogni. Azt hiszem, hogy pontosan Csepelen, és már nem Csepelen lehetett fogni, hanem Csepelen kezdték el sugározni, és egyébként megszűnt a feloszlott az Oszmán Birodalom, ugye, és megalakult Törökország, hogy egy kis ilyen globális dologról is szó essen. Na srácok, viszont nekünk egy csomó mindent kéne csinálni, egyébként gondolkoztam azon, hogy ezt a pótkocsit is majd le kéne cserélni, de most már vágjunk bele a lecsóba, mert nem érünk rá. Ketyegjünk gyorsan. Hú, ez ilyen nagyon lassan indul, srácok. El kéne adnunk a krumplit. Ma egy kicsit fogunk dolgozni. Járművet is szeretnék venni, sőt olyan dolgot fogunk venni, amit tuti, hogy még nem láttatok. De ez legyen meglepetés, mert akkor fogjátok aztán... Mondjuk ilyenkor meg belepörgettek a videóba, azt kiderül számotokra, úgyhogy nem tudnak megfogni benneteket. De arra gondoltam, hogy nem mondom el, hanem majd meglepi lesz, hogy mit fogunk venni, mert egy kicsit... Hú, viszont földet is lehetne venni, meg kell nézni a földeket is, mert ugye az állattartás fele is orientálódnék. Ó, egy csomó mindent kéne csinálni, gyerekek. Na, gyorsan veressük neki, aztán csináljunk pénzt. Ebben a részben megpróbálunk egy kicsit produktívak lenni, annak ellenére, hogy ugye ilyen edukáció jellegű, meg ilyen történelmi, mezőgazdaság történeti sorozatnak akar lenni. Viszont, állj! Kiigazítás. Kettő dologról kell beszélnem. Kiigazítás. Említettem, hogy a MTZ-nek milyen felépítésű a kormány szerkezete, és ugye nem olyan, amilyet mondtam az előző részben, hanem pontosan úgy működik, mint ezen a traktoron, hogy a motor fölött van elhúzva a kormányrúd, és gyakorlatilag elől van egy henger, ahol már van ilyen olajrásegítéses kormányszervó, nevezhetjük kormányszervónak is, de konkrétan tök így működik, és egy csomó traktornak tök így működik, írtátok, hogy bizonyos John Deere-nek is így működik, úgyhogy elnézést, rosszul mondtam, többen is írtátok, hogy ezt nem jól, az ott mi, az nem egy sajt, ezekre a sajtokra rá vagyok kattam, az nem egy sajt, az ott virág, nem tudom, virág, mindenhol ilyen sárga virág van, és mindig azt hiszem sajt, úgyhogy bocsánatot kérek, viszont írt egy srác, hogy 1883-at írt, vagy 89-et, hogy már a Waterloo boy, ugye a John Deere Waterloo boy, akkor már létezett. Úgyhogy nem jól mondom gyakorlatilag a történeti fejlődését így a traktoroknak, mert ugye a Ford Fordson-t mondom elsőnek, és ő írta, hogy 1889 talán azt írta, már létezett ugye a John Deere Waterloo boy. Igen, a John Deere Waterloo Boy az az egyik legelső traktor volt, 1918-ban egyébként, akkortól utána kerestem több forrásból is, hogy én biztos, hogy jót mondjak, 1918-ban készült el belőle az első példány. Viszont a sorozatban azért nem is tudott volna megjelenni, mivel sajnos az FS22-höz, érdekes, nagyon érdekes, de nem csináltak belőle modot, pedig gyakorlatilag az volt a legelső John Deere traktor. Úgyhogy erről ennyit, és nem kellett volna megállítanom ezt a traktort, nem akartam megállítani, úgyhogy bocs, ez érte. Viszont a lapátot azt meg akarom állítani a kezembe. Ja, igen, rosszul mondtam, az MTZ kormány szerkezete az tök hasonló, mint ennek a farmolnak, mert tényleg ugyanígy működik, ugyanígy a motor fölött megy egy kormányrúr, és itt van ugyanígy ez a kormány oszlopszerű, akár micsoda, basszus, most aztán mindenféle fogalmat keverek, amit csak lehet. Na, de csináljuk, adjuk el a krumplit, meg se nézem, basszus, hogy mennyibe kerül az, meg azt kellene csinálnom, most oda nagyolok nagyon, hogy a földeket is át kellene nézni, mert de nagyon-nagyon-nagyon belekezdtük most ebbe a videóba. Amit még akartam mondani, hogy ugye ez azon kívül,
hogy ilyen történelmi áttekintő, enyhén egy picit edukációs sorozat, de ezen kívül ugye nem fogunk csitelni, még mindig, úgyhogy nekünk kell megtermelni, majd még a legutolsó MTZ-re is, meg a New Holland-ra is a pénzt, szóval, hogyha nem termelünk pénzt, akkor nem fogok tudni megvenni modernem gépeket, amikor majd ugye elérünk arra a technikai színvonalra. Szóval nem ártana, hogyha pénzt csinálnánk, nem ártana ezzel is foglalkozni, mert igazából ugye ennek a sorozatnak így a másik éle, vagyis inkább, hogyha egy érméhez hasonlítjuk, akkor a másik oldala az, hogy nulláról ugye, konkrétan 0 euróból indulva kell kiépítenünk egy modern gazdaságot. Úgyhogy erről a részéről se feledkezzünk meg, mert itt nagyon csinálom itt az edukációs dolgot, meg beszélek én mindenféle traktorról, de hogyha nem termelünk pénzt közben, akkor cseszhetjük, de nem nagyon termeljük most még halálra magunkat, így nem keressük halálra magunkat, sajnos, szóval egy kicsit rá kell függerő. Nagyon agyalok, hogy igen, nem kéne telerakni ezt, ugye ezelőtt is alig tudod fölmenni, szóval az egy kicsit kell vele rákoncentrálni, hogy mennyi, nem tudom hány liter, várjátok, olyan 70%-ig rakhatom maximum. Ez most 36%-on van, jó. Ezt a lapátot jól elrobtam, mert sem. Nem kis pályázott a keeper. Oké. A krumpli egyébként tök megéri. Én szerintem a krumpli baróra megéri. Az egy jó cucc, és ugye a játék elején, hogyha nagyon minimál pénzed van, és tényleg akarsz ilyen eszközökkel ugye dolgozni, akkor a krumpli az egy nagyon kifizetődő dolog, mert ugye még nem tudsz kombájnokat használni, kézi aratás konkrétan nem létezik a játékhoz. Egyébként egy darab videót találtam, nem tudom, nézzétek meg azt a videót, basszus, hogy keressetek rá, hogy van olyan, hogy kézi aratás, angolul nem tudom pontosan, hogy nevezik azt most, és a csávó így levágja a kaszával, és ilyen kévék lesznek, és azt kell beordani. De az azt hiszem, hogy valami olyan map, hogy ilyen középkori, azt megint egy tök érdekes lehet. Mert valami farming szimulátor, és egy teljes modpak lehet, vagy egy mod, egy ilyen középkori cucc. Ez megint tök izgi lehet, azt megint kipróbálnám, úgyhogy lehet, hogy abból fogunk majd valamit csinálni. Na jó, el is kéne vinni gyerekek. Hát ezzel a traktorra most azon gondolkoztam, lehetne még egy pót, 56%, még egy kicsit rakjunk rá. Lehetne még egy pótkocsi, de hát úgyse fogom tudni elhúzni, ugye? Úgyhogy ez egy kicsit problém. Figyeljétek, ide állnék az ökrös szekérrel is. Arra meg dobnánk még fel. Valóban nincs follow mód, szóval cseszhetem, de legalább akkor egy műveletet így el tudok végezni. Meg így összetudom szedni a krumplit. Jó, így hozom az ökrös szekeret is, gyerekek, ezzel félreállok. Ezt megnézzük, melyik a hatékonyabb. Ezzel el tudunk menni most 3000 liternyit. Hú, várjátok, elmegyek az ökrös szekérért addig, amíg ez elindul, mert ez azért elég hosszadalmas neki. Na, ó, hát ezt nem is kell indítani, gyerekek, ez mindig aktív. Ebben nem is tudom, hogy hány liter fér, de azt hiszem, hogy ebben is tudunk kruplit is. Úgyhogy teljesen jó lesz. Ezután nem tudok pótkocsit akasztani, hallod? Álljál meg! Álljunk meg az ökrökkel? Erre most kíváncsi vagyok, az meg még nagyon adná. De hát valószínűleg nem, de tök jó van ilyen leeresztő. Nem, hát ez emögé nem lehet pótkocsit, nyilván. Az meg az autentikusság akkor... Nem hiszed el, felültem a bakra a bácsi mellé, nem oda akartam. Lol. Ez jó volt. Na, induljunk meg egy kicsit jobban. Annyira jól irányíthatóak ezek az ökrök, meg ez az egész ökrösszeket, komolyan mondom, hogy szinte jobban, mint egy traktor. Mármint így a jobban bírom. Meg tök gyorsak. Bár aztán kíváncsi vagyok most, hogyha én ezt teleküldöm. Már meg kéne állítanom most már. Kifordulok innen. Jó, ez ma 3200 liter. És nyögni fog majd a gép alatta. Várjunk félre ide. Szuper. És fogadjunk, erre meg fölpakolok egy csomót, azt úgy fog veretni vele az ökrös szekér, mint állat. Na nézzük, mennyi fér egyáltalán föl erre? Jó, ez mi ez? Süpped bele a földbe? Ja, úgyhogy a mai rész az inkább ilyen, próbáljunk meg pénzt termelni, vegyünk dolgokat a rész.
Úgyhogy azért egy kicsit ilyen, hát nem kap, azért nem kapkodunk, azért azt el lehet felejteni, amikor lapáttal kell krumplit fölmerni a földrű. Azért az nem egy ilyen professzionális, precíziós mezőgazdaság. Viszont kicsit hatékonyabbak legyünk, mint eddig. Mert különben nagyon rácseszünk. Egyébként mi az? Szántást, igény, növekvő, gyom, mi az a gyomírtó? Hát ezen a sose volt gyomírtó. Ezt nem tudom. Lassan majd ganajozni is kéne, de ugye például azért a ganajt azt úgy kellene, hogy nem műtrágyával kellene először kezdeni, hanem azt kellene ugye, hogy szelves trágyával dolgozni, viszont azt meg úgy kéne megtermelni, mert nem nagyon szoktak az konkrétan a trágya, az egy melléktermék volt ugye az állattenyésztésnek. Tehát nem az volt, hogy a trágyát ritkán vettek azért az emberek, na. Inkább az volt, hogy újra utáltam, gyerekek. Egyébként mindig azon gondolkozok, már nem is gondolkozok rá, hogy hanem inkább így elkezdem ezt a videót, ennek a videósorozatnak a videóját, és mindig arra gondolok, hogy úristen, lehet, hogy nem fog semmi történet eszembe jutni, ti meg amúgy bírjátok ezeket a sztorikat, amiket mesélek így. És most is eszembe jutott egy sztori, így a ganajozásról, hogy én hogy rujáltam a ganajt fölpakolni a pótkocsira. Jaj, de hogy rüheltem, gyerekek. Emlékszek rá, hogy amikor volt a faternak ilyen Jukker, csettegő, hogy nevezzük akárminek is, pöcsköszörű, akkor csomószor azzal hordta ki a ganajt, azt csomószor rám bízta, hogy én majd pakoljam föl, gyerekek, a ganaj kupóc. Ugye nekünk disznóink voltak, nem marháink, elég kevés szalma kell oda, hanem ilyen nagyon tömörödött ganajt, amikor vellálva kikő, eszkabánod a ganaj kupacból, főleg, hogyha az jó, meg is van ásva, tehát ugye, hogy mélyre van ásva, nem úgy van, hogy egy ganaj kupac, hanem konkrétan, hanem egy gödörbe van bele szórva, azért ott basszus, én mit szoktam kínlódni, és ezt ilyen 12-3 éves fejjel szokta rám bízni a fater. Hát ez nem volt egy leányáló. Nem tudom, ganajt felszórni bármilyen eszköz, az egy halál szagot lenni. Meg ugye hát nem volt izé, nem szoktunk mi olyat, hogy trágyaszóróval így szétterítettem. Álltál mögötte a Jukernek, aztán lebökted vellával, aztán terítetted szét. Vagy pedig lett burítva a földre valahova, le lett vellával szórva, aztán fogtad, azt elterítetted. Nem volt az, hogy nézé, nem hát trágyaszóró, érted, ilyen menő dolgok. De egyébként, amire trágyaszóróra emlékszek, így a régi TS-ből, az a tipikus, az ilyen, talán egy tengelyes volt, és ilyen kék, mindig kék volt, arra emlékszem, hogy kék volt. Nem tudom, hogy emlékeztek-e. Ja, ajaj, nem tudom, remélem ezt meg el fogja bírni. Viszont erre meg több fölfér, vagy mi van? Kár, hogy nem raktam, nem. Most azt akartam mondani, hogy kár, hogy nem raktam be ezt a follow me módot, meg ilyeneket, de nem akarok berakni. Itt ilyenek nem működjenek. Jó, hát ezt megrakjuk, gyerekek, hát csak evisz ide. Viszont ez tök jó, mert még egy forduló szerintem, aztán akkor hát a java része azért már fönn lesz. A vizet traktorra nem merek rakni, mert az már előre látom, hogy az nem fogja tudni elvinni. Erre még mindig fér, gyerekek, tök jó. A ganyé. Meg hát nincs mit tagadni. Én egy olyan kicsi faluba nőttem fel, meg ott is lakom, amelyik ilyen nagyon-nagyon kicsi volt tényleg. 300 lelkes, és ugye mindig a közművesítés az onnan indult, hogy a legnagyobb városok, utána kisebb városok, utána nagyobb falvak, utána kisebb falvak, utána legkisebb falvak. Szóval én, amikor még ilyen nagyon gyerek voltam, na ezt itt jó szétszórtam, már nem férfe többre, amikor nagyon gyerek voltam, akkor például nekünk nem volt vezetékes vízünk. Az halál komolyan. És ne higgyétek azt, hogy akkor nem tisztálkodott az ember, vagy ilyesmi volt. Figyelj, 4500 liter fölfér, és
a marhák nem rúgnak föl, meg egyébként kíváncsi lennék, mennyit lehetne rápakolni, hogy a marhák mit csinálnak, akkor elkezdenek rúgni. És akkor nem az, na azt akartam mondani, hogy akkor nem az volt, hogy nem tisztálkodott az ember, hanem rettenetesen nehéz volt, és hogy mondjam, tényleg ez a durva, hogy nagyon elkényelmesedtek az emberek, mert most már körülbelül szinte semmit nem kell csinálnia. Hát lassan már egy falusi embernek se, nemhogy egy városinak. Azt tudom, hogy minden egyes nap úgy működött nálunk, emiatt, mivel nem volt vezetékes, és lehet, hogy azt néhányan el sem tudjátok képzelni, hogy volt egy kút, és ez úgy volt, hogy volt egy közös kút az utcának a sarkán. Az körülbelül ilyen 2-3 házra volt tőlünk. Fogta a fater reggel vagy hajnalba, inkább hajnalba ugye, munka előtt, fogta, elment 2 vödörrel, meghúzta a kútból ugye a vödörbe a vizet, hazahordta 2 vödör a kezébe, hát ne ilyen izére gondoljatok, műanyag vödör, nem, hanem az a bádog vödör, tudjátok, az a zománcozott fehér. Na, abba meghozta, volt 2 hatalmas nagy ilyen fazéknak nevezhető ilyen bádog, ilyen szürke, az fenn volt mindig a sporthelyen, azokat telehordta, az volt az első, utána, ha ide kellett hozni? Nem, a gyelorébb. Utána meg ugye még hozott vizes padra, mert volt ugye vizes pad a konyhákba, és akkor ott voltak még a víz, az abba volt, benne a vödrökbe. És akkor ugye abból vett mindig főzéshez valaki, vagy bármihez. Szóval ez így volt megoldva, főleg, hogyha nem volt úgy kutad. Várjál. Ez mi, várjál, ezt meg kell nézem, mert nem értem. Ez mi? Miért nem akarja ezt üríteni ide gyerekek? Jaj, de jó, ja, hátul ürít, jó. És ott üríti ki. Van egy ilyen kis rés. Egy ilyen retesz. Gyerekek, 1800, tele leszünk, mint egy őri busz. Na, ott te fér a szarva. Elkezdett rénye, mert nem tetszett neki. Igen, aztán a vizes padra. És ez egy ilyen átlag nap volt. De ugye, hogy a vizes padról ugye a 2 vödör, zománcos vödörből kifogyott, vagy pedig ugye kifogyott a sporheltről, és a sporhelt az nyáron is égett. Szóval az úgy volt, hogy a sporheltben a tűz az nem úgy volt, hogy télen, mert volt fásztá, hanem ugye mivel a vizet kellett melegíteni mindig, mert ugye kellett a fürdéshez, vagy bármihez, akkor az mindig az legnagyobb 30 fokban is égett a sporheltben a tűz. Érted? Szóval ez így működött, és akkor úgy lehetett ugye fürödni, hogy mit tudom én, hogy mosakodni, fürödni, hogy a sporhelyen melegedett vízzel, ugye összekeverted azzal a vízzel, amelyik a vizes padon volt, nagyon durva volt. Így belegondolom, és ugye úgy volt, hogy nem a nőnek a dolga volt, hanem a férfinek a dolga volt, kifogyóban volt a víz, vagy kifogyott, vagy éppen fogyóban volt a sporhelten, a melegvizes fazékba, akkor beleöntötte mondjuk a maradékot a vizes padra, aztán ment, hozott még 2 vödörre. És akkor ez így ment, érted? Mert nem volt az, hogy nem lehetett víz nélkül lenni, meg nem volt az, hogy nem lehetett tisztálkodni, akkor is tisztálkodtak az emberek, sőt, nagyon is tisztálkodtak. Csak valahogy meg kell oldani. És így lehetett megoldani, akkor így oldották meg. Nyilván akkor is volt olyan, aki nem oldotta meg, és akkor büdös meg koszos volt, de a mai világban is nagyon sajnos vannak olyanok, nekem vannak olyan ismerősen, hogy városban lakik meg, mit tudom én, aztán olyan büdös, mint a rög, mert nem tisztálkodik normálisan, érted? És akkor abban a világban, amikor nem volt folyóvíz, vezetékes víz, meg csatornázás, akkor is megoldották mások meg, úgyhogy el kellett menni a kutra basszus vizet hordani gyerekek. Ja, hát meg csatornázás se volt, mármint tízé se volt, szennyvíz se volt, tehát nyilván. Úgyhogy igen, ez így működött. És ez hogy kerültünk ide? Ez hogy jutottunk ide? Ez ki? Ja, aztán emlékszem egyébként, hogy amikor kötötték be először a vizet. Ez ilyen nem is tudom, 95-96 környéken, akkor húzták a vezetékes vizet. És ez nagyon durva volt. Hát ugye előtte meg a gázt azt meg még jóval később, de hát az meg már luxus volt szinte a gáz, mert ugye mindenki gázplackot használt faluba, meg használnak is még mindig.
Szóval, ez így működött. Nagyon érdekes világ volt. Reggel sokkal több dolga volt az embereknek. Tényleg most képzeljétek el egy ilyen, már ez, hogy folyamatosan el kell menned vödörszám hordani a kútról a vizet. Ja, meg a, na azt még el akartam mesélni, meg hogyha mosás volt. Hú, ha mosás volt, akkor meg ugye teljesen úgy kellett lenni az egésznek, hogy akkor mosás az egy nap volt hetente, arra emlékszem. És akkor az úgy volt, hogy a faternak akkor ott kellett lenni, mert akkor megállás nélkül kellett hordani szinte a vizet, szinte megállás nélkül. Mert ugye emlékszem, anyám ugye úgy mosott, hogy keverőtárcsás mosógép, tudjátok, a hajdú. Akkor, hogy volt? Keverőtárcsás mosógép, igen, abból ugye ki kellett csavarni mindig a ruhákat, kicsavartad, akkor ment át az öblítős, nem tudom, ilyen teknőbe, akkor ott az kiöblögett, akkor onnan átment egy még egy öblítős teknőbe. Így ment, utána ment a hajdú kicsi centrifugába, tudjátok, aminek szorítani kellett a tetejét, mert különben elment, meg minden baja volt. Úgyhogy így állt össze az egész a mosás. Na hát aztán ugye ott akkor rengeteg víz volt, kellett, mert ugye mindig cserélgetni kellett a vizet. Ott meg akkor folyamatosan hordani kellett. Ja, meg hát folyamatosan ment a ezerrel a sporhelt. Málunk sporheltnek nevezik, gondolom, lehet, hogy sporhelt máshol, vagy az Isten tudja. Na, és akkor mennie kellett, mert ugye forró vízbe kellett, vagy meleg vízbe kellett mosni, nem hideg vízbe moshattál. És ez hetente, ezt meg kellett csinálni. Ez mekkora kényelem, hogy most meg annyi, hogy be van ködve a vezetékes vízre a mosógéped, akár a szárítógéped, ezt berakod a ruhát, utána meg kiveszed érte tisztán, meg esetleg még szárazol is. Ez már mennyire nagy könnyítés? Mint hogy a kútra elmész, hordod a vizet, begyújtasz a sparhátba, hogy legyen meleg víz, akkor abból a fölrakodod a vizet, fölmelegíted, akkor utána átöntögeted a mosógépbe, amit bedugsz, aminek van egy csöve, amiből leeresztetted a vizet, meg akkor kézzel csavargatod, utána átrakod a centrifugába. Basszus, hát ez egy akkora, az egy ilyen félnapos program volt mindig, az emlékszem anyáméknak, hogyha mosás volt. És ez minden héten meg kellett ugye nyilván csinálni. Főleg, hogyha voltunk, mit tudom, egy tesóm, meg én, meg apám, meg akármi, meg ráadásul azért mezőgazdaságban dolgoztak, meg mit tudom én, hát nem úgy koszosodott a ruha, hogy mindegy irodába. Szóval volt koszos ruha bőven. És nem lehetett úgy, hogy mit koszos ruhába mész el, meg a gyereket abba küldöd el, akkor sem. Most meg bedugod a izét, hogy be van dugva, be van ködve, minden, berakod a ruhát, gondolsz, hogy rányomsz egy gombra, pik-pik-pik, csá, érted, kiveszed a száraz ruhát, azt elrakod a szekrénybe, ennyi. Jaj, ne is vicce. Hát a vasárnapi ebédet azt elmesélném, hogy az hogy készült, tehát beszarnátok. Hát a régi világban, meg a mostani világban. A régi világban, elmondom neked, hogy készült a vasárnapi ebéd. Most ez talán komolyan, most ugye hadd meséljem el, remélem azért érdekel valakit. Meg lehet, hogy valakinek azért ismerős az helyzet. Na, az úgy kezdődött a vasárnapi ebéd, hogy kitalálta anyám, mi van ott hol. Mindig nem, boltban nem vettünk semmit. Mindig abból az volt, amiből lehetett csinálni, ami ott hol volt. Úgyhogy ez tényleg úgy volt. Nem volt itt ilyen appelláta, hogy most mit tudom én, olyat akarsz csinálni, olyat, én ilyet akarok, nem, azt teszed, ami van, érted? Hogyha annak volt a szezonja, hogy mit tudom én, paprika, érett a paprika, gyerekek, ugye a paprika meg ráadásul az folyamatosan érik be. Tojás az meg mindig volt, mert volt 40 tyúk, akkor értsém, tojásos paprikát ettéte 2 hónapon keresztül. A vasárnapi ebéd, azt tudom, az mindig full volt, az tök jó volt. Először is húsleves. Az egy nagyon egyszerű dolog, ugye mai világban főleg. Na, hát a húsleves készítés az úgy kezdődött, vasárnapi ebédhez, és ez majdnem mindig így volt, hogy anyám előhúzta a konyhaasztalt, ráterítette az abroszt, az ujjat, meggyúrta liszt, tojás, minden a tésztát, azt kifeszítette, vagy ki, igen, hogyha leves tésztát akar csinálni, akkor nagyon vékonyra ugye ki sodrófával ki nyújtotta. Utána
azt fölcsikozta késsel, fölcsikozgatta. Akkor utána azt volt egy ilyen leves tészta metélőnk, egy ilyen kék ilyen bádog. Emlékszem rá, hogy mindig nagyon érdekesnek tartottam gyerekkoromban, és engedte is édesanyám rakosgatni, neki meg tekerni. Na, akkor azt fogtad, és akkor abba megcsináltad a leves tésztát, az úgy így ki olyan volt, mint egy daráló, csak tudod, így felszabta ilyen hosszú csikokra. Oké? Akkor azt a leves tésztát, ugye az még egy ilyen nyers leves tészta volt, szóval azzal, azt nem rakhattad be te még a fazékba. Fogtad, beleraktad valamibe, egy dobozba vagy valamibe, és azt kiszárítottad, ráraktad, mit tudom én, a szekrény tetejére, sporhentre, vagy amire akartad, és akkor gyakorlatilag kiszáradt, ilyen nagyon izé lett, ilyen nagyon ilyen kemény lett, olyan, mint amit a zacsiba látsz, tudod. Na, akkor meg volt a leves tészta, jó, szuper. Akkor kellett sárgarépa, a tököm tudja, mi nem hozzá, akkor kimenték, kiúszkodtad, megpucoltad, stb. Stb. Az zöldségek előkészítés, az kb. Ugyanúgy van most is, csak akkor egy kicsit komplikáltabb volt, mert akkor még ki kellett menni a kertbe, érte. Szuper. Mit akartam még mondani? Mi kell még a húsleveshez? Ja, akkor kibattyogott a, előkészítette a stokedlit, amin szokta pucolni a csirkét, előhozta a kést, mindent, forró vizet csinált, nagyon forró vizet, ugye, akkor kivent, hogy levágott egy csirkét, lecsapta a fejét, fölfogta a vért, vagy mit tudom én, ha nem kellett, akkor kifröccsölte valahova, elvágta a nyakát, neki szerintem a nőknek most körülbelül a 70%-a nem vágná semmilyen csirkének a nyakát, na és akkor utána megpörzsölte, megpucolta, felbontotta, megcsinálta, mindent feldarabolta, felrakta főölni, mert abból volt egy csirke, azért kellett a húsleves, nem húsleves csirke nélkül. És, na, akkor volt már nagyjából, hogy leves alapanyagaid megvoltak, meg beleraktad, akkor már a leves megvolt. Akkor a következő történhetett még, ha volt már mélyhűtő, mert az is nagyon későn lett, arra emlékszem, hogy nagyon későn lett mélyhűtőnk, előtte a tartósítás, ugye a hústartósítás, az nem létezett ilyen, mint baromfiba. Tehát az felejtsd el, hanem azt mindig, hogyha akkor kellett levágni, aznap megcsináltad. Szóval úgy tartósítottad, hogy kim volt az udvaron, úgy volt a tartósítás. Nem hűtőbe tartotta a csirkét, hanem kim az udvaron. Oké. A disznónál lehetett különböző tartósítási eljárásokat csinálni, úgyhogy a húst azt ugye zsírba csinálták, lesütötték és zsírba rakták, akkor az ugye lehetett így. De úgyhogy például te disznó rántott húst akartál enni, azt felejtsd el, azt nem lehetett, mert egyszerűen nem tudtad tartósítani, nem volt tartósítva. Ugye volt füstölési eljárás, a kolbász, szalonna, meg mit tudom, oldalas, meg egy csomó minden, meg sonka, azok voltak, azok létező eljárások voltak, de azok is időlegesek voltak. Tehát így a nyár közepéig nem tudtad ugye eltartani mert a padláson, mert kifúrta a zsírja, meg megköpte a bogár. Szóval az meg csak ilyen télen, tavaszig tudtad azt úgy tartósítani. Szóval, egy felejtsd el, úgy, ezeket nem tudtad megcsinálni. Annyit tudtál csinálni, hogy akkor éppen ami volt, kacsa, csirke, bármi, azon éppen aktuálisan meg volt nőve, abból tudtál csinálni mondjuk rántott. Nagyon sokszor volt, azt tudom, hogy csirke rántott hús, az nagyon sokszor volt nálunk, mert ugye azt tényleg azt úgy tudtad csinálni, hogy azt instant levágtad a csirkét, és akkor ki tudtad rántani. Szóval az sokat volt nálunk. Jó, hát azt is ugye meg kellett mindent csinálni, azt tudom, hogy még a zsemle morzsát se vettük, hanem mindig szárít, kenyérszárít, letekerni, ugye ledarálni, és akkor abból volt a zsemle morzsa, tojás, az nyilván volt, ugye a lisztet azt tudom, hogy szoktuk venni, lisztet, kenyeret, ilyen szoktunk venni, meg sót, meg cukrot, szóval mást azt nagyon nem, ilyen alapanyag, ami otthon volt az. Lehetett hozzá csinálni krumplit, krumpli az mindig volt, ugye annyi, mint a sár. Hát az ugye, azt tudom, hogy az mindig volt, hogy az tényleg, arra emlékszem, és még arra emlékszem, hogy tényleg a krumpli az úgy volt, hogy ilyen krumplit akartam sütni, ha valami éhes volt, ha mit tudom én 15 éves koromban, leballagtam a pincébe, utáltam, mert ilyen fehér pókcsonvázak voltak, nem tudom,
hogyan vannak fehér pókcsonvázak a pincéikbe, gyerekek? Tudjátok milyen az? Az miért fehérek a pókok a pincébe? Vagy csak a csonvázok? Na mindegy, ne is menjünk ebbe bele. Leszoktam ballagni. Jaj, volt egy krumplis kosár! A krumplis kosár! Anyám mondta, hol van a krumplis kosár? Egy ilyen pici kosár, fűzkosár volt. És ugye abban volt a krumpli, abban hámoztad bele, és akkor utána az meg, mit tudom én, az ment a disznóknak, vagy valami. A krumplis kosár! És akkor, ha üres volt a krumplis kosár, anyám mindig leküldött a pincébe. Ezek passzus. Hogyha nem lennének ezek a sorozatok, ezek egy örökké eltemetődnének ezek az emlékek, amik történtek. Ezen a krumplis kosárra például basszus, erre nem is emlékeztem, most törtek így rám ezek az emlékek. Na, aztán följöttem, olajat azt felejtsd el! Olajat szerintem nem, soha nem vettünk, ugye volt annyi disznózsír, mint a sár, benne a véndőbe, rengeteg, nem tudtad elhasználni, annyi volt, bazze, komolyan, és abba sütöttem a krumplit, hát biztos rohadt egészséges volt, mi? Ja, igen, meg volt mindig, azt emlékszem, hogy úgy untam, mint a szart, basszus, én még amikor középsuliba is jártam, akkor is az volt, hogy egy csomószor szalonnát ittem, fölmentem a padlásra, vágtam egy darab szalonnát, azt az ittem a suliba. De úgy értem, hogy a gyakorlatra, nem az, hogy az iskolapadban szalonnát ettem. De érted ilyen, hogy kokós csiga meg ilyeneket, az nekem olyan volt, mint a mint a paraznyereknek a számítógép. Nagyon durván, nagyon durván ilyen zárkozott paraszti életet éltünk, mi úgy mond. Hát egy ilyen kicsi faluba, tehát ugye zsákfaluba el tudjátok képzelni, hogy mennyire ez volt. Ja, na és akkor hol tartottunk? Igen, akkor utána, igen, megcsinálta anyám a izét, sütött rántott húst, esetleg sütött kacsát sporhelten a izébe, a nagy lábosba, új, az nagyon finom volt, meg mindig kellett valami kalács, fánk, sütemény, az is kellett. Mákot mentél darálni, diót mentél darálni, diót mentél törni, minden gyerekek, és akkor megdagasztotta, megcsinálta, és akkor érted, az ilyen, szerintem egy ilyen modell házi azt, hogy ezt így megmondanák neki, hogy akkor csináld meg a vasárnapi ebédet, úgy baze, hogy minden egyes alkotóelem körülbelül még él és mozog kint az udvaron, meg benne a földbe kint a teleg végébe, érted? És akkor, ja, csirkét kell csinálni. Hol van, benne van a fagyasztóban? Nem, az ott fut, nem látod? Amelyik tetszik, éppen az, mit tudom én, szép szeműt kapd el, aztán vágd el a nyakát. Mit csináltál? Hát abban a pillanatban azt mondaná, hogy jó, én ezt tovább nem csinálom, mi ez? És ez annyira brutál természetes volt, hogy az őrület, nem is tudom. De mennyire fura lehetett, mert ugye azért biztos voltak ilyen szép lelkű menyecskék akkor is, akik azért, hát most az embernek van jó érzése, és nem szívesen vágja el a tyúknak a nyakát, nem? Most ez mégiscsak egy élőlény, vagy egy nyúlat leütni, érted, ami tök aranyos. És nem volt appellált, öcsém, enni akartál, levágtad a nyakát a nyúlnak, vagy leütötted a nyúlat, kupán vágtad, vagy levágtad a nyakát a csirkének. Brutál, nagyon volt, nagyon nyers dolog volt. Jaj, a disznóvágásokat nem szerettem, egyébként minden évben volt legalább 2-3 disznó, amit levágtunk. Nem szoktuk ilyen extrém durvára hizlalni őket, ilyen 200 kilósra tudod. Azt tudom, hogy nekem volt mindig az a reszortom, hogy nekem kellett a tájazót. És hagyományosan nem sokkolás, meg ilyen hülyeség. Hanem tudjátok, hogy zajlik a disznóvágás. Most elmondjam, basszus, ez mizé lesz, horror lesz itt gyerekek, komolyan mondom. Hát ugye tényleg az volt, hogy be az olba, szájazó be a szájába, és ugye akkor az rászorul, és gyakorlatilag annál keresztül tudod húzni. És ráadásul plusz még, amikor ledöntik ugye a disznót, akkor a szájazóra rá kell lépni, a madzagra, hogy ugye ne csapd ki a fejét. Amikor leszúrják. Hát, hogy sem, nekem az tök trauma volt, komolyan mondom, de szerintem az összes gyereknek, meg mindenkinek, amikor ilyen már 15 évesen, mert akkor azért elég kölkondiba voltak a gyerekek, meg ilyen igazi parasz gyerekekkel, nem szoktak szórakozni, hogy jaj, a kis Attila az majd ott benne alszik, aztán nézi a maténét, gyere szépen, fogd meg a szájazót, így egy pálinkát, aztán mennyibe az volt, érted? Az így működött. Fú,
Úgyre utáltam, hogy ez mindig ilyen hajnali kettőkor szokott kezdődni, ráadásul. Öcsém. Na, az kiakasztó volt, gyerekek. Ja. Borzalmasan fárasztó volt, borzalmasan fárasztó. Hát ott rendesen... Oda nézzetek, hogy porzik? Mi a fű van? Gyerekek! Izé... Jön a... Hengerfejesek a marhák. Ja, nem volt jó. Nem volt egy kellemes időtöltés egyébként a disznóvágás. Nem nagyon szokták békén hagyni a gyereket, meg senkit. Nem volt az, hogy ott bent nézegettél, amikor disznóvágás volt. Én nem szerettem. Nekem gyomoridegen volt már előtte nap, meg ráadásul előtte nap is ugye már úgy volt a készülődés, oda kellett készíteni az üstöt, a disznópörzsölőt, a bontószéket elővenni, lepucolni minden oda kell készülni, és akkor a hajnali kettőkor elkezdődött, ugye minél hamarabb végezzé, meg igazából nem végezti hamarabb, mert este 10-ig érted, csináltátok a dolgot, sütöttétek a zsírt, meg minden tökömet, fú, ez nem volt, én nem szerettem, nem tudom ti hogy vagytok vele. Én nem szerettem disznót vágni, meg főleg otthon, mert utána még ugye minden koszos, minden zsíros, azt minden el kell pucolni, el kell mosni, minden, fúj, te, fúj, az nem hiányzik, baze. De mondjuk olyan finom hurka, meg olyan finom krumpli, meg olyan finom rántott hús, aztán még, fúj, de most a vegánok azok biztos köpnek egyet, de azért az nagyon cool volt. Ja, viszont sajnáltam a disznót mindig. Nem tudom, én az állatokat azért sajnáltam, de igazából nincs ide szerintem, amikor ebben a korszakban nőtt fel az ember, meg még előtte, ugye, amikor ilyen vadász, meg szóéletmódot folytatott, vagy esetleg a középkorban, hát nem volt lehetőséged azon gondolkozni, hogy te majd megsajnáld a csirkét, mert akkor nem ettél, nem úgy volt, hogy elmentél, aztán vettél egy kakaócsigát a boltba, érted? Szóval ez egy érdekes dolog, Mária. Érdekes dolog volt. Viszont le a kalappal, nem tudom, hogy a modnak a készítői nézi-e ezt a videót. Ez annyira jól kitalált az a mod, és el se tudjátok képzelni, hogy milyen apró dolgon múlik. Konkrétan ennek a modnak az irányítása nem úgy működik, hogy nyomod a V-t, dupla V-t, és akkor megy előre, hanem egyet pöttyintesz rajt, akkor bekapcsol egy ilyen sebességű üzembe. Ez, és írja is, hogy ez most séta. Hogyha még egyszer megnyomom, akkor ügetés, és akkor így változtatja a sebességet. Ugye az S-sel megállás, és egyen lejjebb, a dupla hővel egyen följebb vált. És konkrétan ez tök jó, mert nem egy ilyen kaotikus irányítási rendszer lesz. Tehát nem az van, hogy így össze-vissza ugrál, hogy váltja a sebegyszer, 30-al mennek ezek az ekrök egyszer, meg 5-tel. Nem kell itt szabályozgatnod, hanem így be tudod állítani, és tényleg így működik egy állat, hogy elkezd sétálni és kész. Ennyi. Nem az, hogy így neked kell nyomogatnod, mint a gázt, érted? Úgyhogy ez marha jól meg van csinálva. Ezt le a kalappal tetszik. Gratulálok a modhoz. Meg tök jó, hogy animálva vannak. Ugye nem tudom, még ilyen, talán régebbi farming szimulátorhoz is, meg azt hiszem ehhez is. Láttam ilyen modokat, amikor állatok vannak, és mennyire kiábrándított, hogy nincsenek animálva, hanem így csúsznak végig a földön. Hát az oké, addig jó, amíg így állsz egy helybe vele, és akkor csinálsz róla két print screent, mondjuk egy modos oldalra, és akkor mindenki örülnek, jóra néz, de jó, ló, aztán amikor meg letöltöd és velek az van a indulni, ez csúszik végig a talajon. Ez jó volt, ez Prince, egy képernyőképen, de nem egy játékban. Ja, egyébként írjatok nyugodtan, basszus, meséljétek el, hogy nektek milyen élményeitek vannak ezekkel a régi dolgokkal, vagy benne voltatok-e, mert olvasom az összes kommentet, attól nem reagálok, tényleg, csak ne haragudjatok, hogy nem tudok minden egyire, de minden egyet olvasom, és tök jókat szoktam mosolyogni, amikor írtok olyan dolgokat, amik hozzá tartoznak így az egészet. És már 7400-unk van, és mindjárt összekapjuk még ezt. És megígértem, hogy megnézzük, hogy mit fogunk venni. Hát remélem, hogy ki fog jönni, mert nem vagyok benne biztos. De viszont soha nem írtok arra, mert az előtti gameplaybe is így megkérdeztem, hogy nem nincs-e sok duma, inkább máshogy orientálódjak a játékhoz, meg a sorozathoz, hogy inkább legyen pörgősebb, inkább ne legyen
ennyi duma, vagy inkább legyen sok duma, vagy inkább ez legyen, inkább az legyen. Írjátok meg nyugodtan, mert én tök benne vagyok, én most ezt nem ráerőltetném magamra, hogyha például ti azt mondjátok, hogy beszéljünk inkább arról, meg beszéljünk arról, mert én szerintem ilyen tök jelenetek így a valóságban is nehéz megítélni magam kívülről, hogyha itt találkoznánk, akkor egy csomó mindenről így el tudok beszélgetni, és nagyon sok minden érdekel, és sokszor az a problémám, hogy túl sok minden érdekel, tényleg így a hobbik terén is, a minden terén, én egyébként azt nem hiszitek el, de én minden egyes alkalom, minden nap szinte, valaki kérdezte a Lalit, nézem-e Lali Games-et, Lali Games-nek hívják? Azt hiszem, hogy Lali. Érdekes, hogy nem Lalinak nevezik különben. Imádom azt a csatornát, nagyon szeretem. Őt szoktam nézni, de nagyon keveset nézek egyébként gameplayeket. Én mindig iszét nézek, mindig dokumentumfilmet. Mindig dokumentumfilmet. Imádom a csillagászatot, imádom a történelmet. Úgyhogy mindig ilyet szoktam nézni. Én nem is nézek tévét abszolút, nekem nincs is beködve semmilyen tévéadó, és nincs előfizetésem semmi. YouTube Premiumon van, azt meg viszont mindenkinek ajánlom. Egyszer kipróbálod a YouTube Premiumot, 1700 azt hiszem havonta, soha büdös életben nem fogod tudni anélkül élni az életedet, mert annyira borzalmasan szar egyébként, hogy annyi reklám van, mint a sár egyébként a YouTube videókban. Én egyébként annyit csinálok, nem tudom, hogy ti ezt érzékelitek-e, meg arra írjatok léci, legalább valaki írja meg, aki nem használ YouTube Premiumot, mert én úgy kapcsolom, állítom a videót, mert alapban ez úgy működik, amikor feltöltesz egy videót, aki töltött fel, az biztos tudja, és le is lehet ellenőrizni, nyugodtan próbáljátok ki. Nem kamuzok, én úgy csinálom, vagy hogy működik alapban? Alapban úgy működik, feltöltöd a videót, ugye, hogyha van jogosultságod, hogy bekapcsolod a reklámokat, akkor rányomsz, bekapcsolod a reklámokat, nyomsz egy pipát, és instan bekapcsolja az egész videó alatt úgy, hogy 5 percenként reklám. Tehát így most ezt a videót néznéd, default az úgy van beállítva, hogy 5 percenként reklám lenne. Ez halál komoly, és az az alapbeállítása a YouTube-nak. Tehát te ezt át se állíthatod, hanem mármint az alapbeállítást te nem állíthatod át. Mindig azt csinálja, hogy teleszórja a reklámmal, mert ő neki az a jó. Ő nem a YouTubernek az érdekét nézi, hanem ő neki az a jó, hogy minél több reklám legyen a YouTube videóban, mert ő neki fontos, hogy minél több reklámot tudjon eladni. Persze a YouTuberek is nem kell őket félteni, mert teleszórják, mert ők viszont, na most ezt akartam mondani, ők kikapcsolhatnák ezt a funkciót, és én nem tudom, remélem, hogy ez működik, de én azt csinálom, hogy mindig kiszedem azt, hogy a videó közben legyen hirdetés. Tehát egy hirdetés elvileg van az elején. Én meg sem tudom nézni, mert igazából nincsen, vagy a YouTube Premiumon van. Ezt írjátok meg, hogy ez így van? Jól állítom én be? Hogy most például ennek a videónak egy darab hirdetés volt az elején, és közben nincs, ugye? Mondjátok, hogy ez így van. Sőt, a végén sincs sehol, csak a YouTube az elején van egy hirdetés, tök mindegy, milyen hosszú a videó, még hogyha egy órás, vagy másfél, vagy kettő, akkor is. Mert default egyébként úgy csinálja ez a WhatsApp YouTube, hogy telecseszi. Ja, ezt akartam mondani. Na, és azt akartam mondani, hogy igen, a Premium viszont marha jó, mert hogyha néztek más videósokat, ahol sok a hirdetés, meg általában minden rohadt sok a hirdetés, akkor érdemes a Premiumot, mert 1700-ért, tehát mit kapsz már? Körülbelül veszel 2 Milka csokit, és ezért, hogyha sokat YouTube-ozol, akkor rohadt jó, hogy nem kell nézegetni a hirdetéseket. Főleg ezeket a politikai hirdetéseket, tudjátok, háború, meg izé, meg Soros, meg a tököm tudja, ezeket nézegessem én izébe. Abban az időben, amikor szórakozni akarok, szeretnék megnézni egy videót, vagy pedig akár egy dokumentumfilmet. Nem. Szóval, na azt akartam mondani, hogy nekem ez az egy van. Ez az egy ilyen, idézőjel streaming dolgom, hogy megvettem a YouTube Premiumot, nincs is semmilyen tévém, abszolút, nincs is tévé előfizetésem, T-homos vagyok egyébként, de úgy van, hogy csak net, csak internet. Nyilván van mobiltelefonom, de a csomagomban csak internet. Én nem nézek tévét, én nem szeretem a tévét. Figyeljetek, az internet világában szerintem azt nézem, amit akarsz, nem kell az, hogy neked megszabják azt, hogy mit nézhetsz bizonyos időpontokban, hogy most a híradót nézheted, és akkor le kell ülni 6 órakor, bazen, ha akarok egy hírt, megnézek bárhol, nem?
És akkor ott, ahol, ott nézem meg, ami nekem éppen szimpatikus, mármint olyan portálon, vagy meg egy filmet is meg tudok nézni, meg egy akár egy dokumentumfilmet is, nem, bármit meg tudok. Az ilyen vetélkedők, meg ilyen valóvilágokat, azokat meg élből utálom, szóval nem, nincs tévém. Ez az egy. Meg nincs streaming szolgáltatásokat se. Én annyi van, mind a sár, és valamelyiken ez jó, valamelyiken az jó. És bocs, de például vannak olyan sorozatok, például a Fallout-ot imádom, megnéztem, letorrenteztem, csá. Akár megyél és kövezzetek meg, nagyon csúnya dolog. De most azért, mert mondjuk egy Fallout sorozat, nem is tudom, az Amazon Prime-on, vagy melyiken ment. Azért, mert a többi meg egy trash szar, azért fizessek elő én a, mondjuk az Amazon Prime-ra, vagy nem tudom melyikre, azért az meg viszont nekem, hadd ne. De egyébként nagyon keveset nézek ilyen jogdíjas cuccokat, mármint ilyen filmeket is viszonylag keveset nézek. A YouTube-on meg ami dokumentumfilm van, ilyeneket szoktam meg ilyesmi esetleg. Na, ezt még elvisszük, azt megnézzük, hogy hogy állok anyagilag, de szerintem már megint nagy baj lesz ezzel. Egy szerencsétlen traktorok, gyerekek a még az ökrök még jobban teljesítenek, nem srácok? De egyébként ez tök valós is szerintem, mert abban az időszakban szerintem marha jó volt az ökör. És hát ne, hogyha ne, jó, egy, mondhatnánk azt, hogy szinte úri hóbort volt a traktor, de azért nem, mivel ugye a traktornak azért vannak előnyei. Egy gépnek ugye vannak előnyei az állattal szemben, leginkább az, szerintem ugye, hogy nem fárad el, és konkrétan akár 0-24-be is tudod vele tolni, hogyha ugye jó üzemanyag kell neki, meg olaj, meg minden, de egyébként ez például ugye, hú, most erről hadd beszéljek egy picit, ez egy kicsit felcseszett ez a... De nyilván mindenki más szemszögből vizsgál dolgokat. Ugye a VR Pistieknek volt egy ilyen, hogy butorboltban voltam, és úgy drága volt videójuk. És... Most ezt úgy kapcsolódik az előző történethez, hogy én ugye CNC-s vagyok, CNC maros, faiparban, és javarészt különböző speciálisan, ilyen tök szép bútorokhoz csinálok olyan marásokat, amik máshogy nem lehet ugye megcsinálni. Akár ilyen faragásokat, meg minden ilyesmit is megcsinálok. És például most, hogy hasonlítsam a traktorhoz, hogy miért jó egy CNC. Például a CNC-nek a nagy előnye, hogyha mondjuk rendelnek egy bútort 2007-be, és abban van egy bizonyos fajta marás, egy bizonyos fajta kialakítás, vagy bármi, az, hogyha 2024-ben rendelnek még egyet, ugyanattól a cégtől mondjuk, ahol én vagyok, és azt meg betöltöm a programot, és akkor ugyanolyat csinál, mint hogyha egy percet csináltam volna, utána csak az előzőnek, tudjátok. És ezt a gépeknél, ugye ezt például egy CNC-nél ezt kell megfizetni leginkább, hogy csinálsz 1 millió alkatrészt, a legelső pont olyan lesz, mint az utolsó, még akkor is, hogyha évek telnek el az első és az utolsó között. És ugye ezt például egy asztalos, vagy akár több, hogyha cserélődnek egy munkahelyen, ezt nem tudod megcsinálni velük, mert mindenki máshogy fogja a vésőt, hogyha például egy faragásról lenne szó, vagy bármiről, máshogy áll hozzá. Arról nem is beszélve, hogy gyorsabb a CNC. Na, viszont igen, ezt akartam így össze hasonlítani ugye a traktorokkal, hogy a traktornál is ugye van egy ilyen lehetőség, hogy 0-24 órában tudsz vele dolgozni, mindig ugyanazt a teljesítményt hozza, nincs semmilyen ilyen, nincs az, hogy jó kedve van éppen az állatnak, vagy beteg az állat. Természetesen elromolhat a traktor is, de mégis azért kisebb esélye van annak, hogy akár milyen hóbort miatt nem tudod végezni a munkát, könnyen tervezhető vele ugye egy géppel, hogy akár legyen a traktor vagy CNC, az a munka folyamat, amit meg akarsz vele csinálni. Arról nem is beszélve, hogy ugye később, mármint ezt most 1923-ra értem, ugye itt még ugye nem nagy különbség van teljesítményben egy traktor meg egy ökrös szekér között, itt az volt a különbség. Most már ugye, amikor a napjainkban természetesen nem lehet összehasonlítani az ökrös ökörvontalású eszközt mondjuk egy rábával vagy egy New Holland-dal, úgyhogy abban a szemszögben
próbáltam párhuzamot vonni az állatok és a gépek között, ahogy éppen most állunk ebben a farming szimulátorban. Na, hát ez sikerült azért elmondanom. Ja, és a VR Pistiékre visszatérve, ugye náluk volt az, hogy ő beszélt a Pisti, hogy milyen drágák a motorok, pedig fú, el nem tudjátok képzelni, mi drága motorokat gyártunk. Hogyha azt mondanám, hogy ilyen egy szekrény, egy ilyen, nem szekrény sor, egy különálló szekrény, ami mondjuk így a falhoz beraksz, és mondjuk egy könyves szekrény, azt mondom, hogy 300 ezer forint egy könyves szekrény, ami körülbelül ilyen mondjuk 1 méter széles, meg 1 méter 80 magas, és 300 ezer forint. És, és ha megmutatnám én azt a munkafolyamatot, amin végig megy, hogy hány darab embere, hány darab munkafolyamaton, hány munkaóra megy bele, ez nagyon elcsodálkoznátok. Csinálnék erről a videót, de nem tudom, hogy ott a cégnél mennyire preferálnák. Viszont meg az, hogy ugye például van egy köműves, akinek szó szerint szinte, jó, kicsit túlzás, de azért egy hátizsák belférnek a szerszámai, ugye viszi a mit tudom én, mi kellene neki. Jó, tudom, hogy kell neki íze is, kell neki betonkeverés, de mondjuk akkor egy ilyen kis teherautóban ugye elférnek a cuccai, egy maszek köművesnek. Na, egy asztalos, az ott kezdődik, hogy ugye gatter kell neki, szalagfűrész, körfűrész, gyalugép, egyengető, vastagsági, hadfejes, felületkezelő műhely, CNC, butorlaphoz szabászgépek, furógépek, az Isten tudja, gyerekek, egy kisebb butorhoz is rengeteg dolog kell, hogyha azt hatékonyan akarod csinálni, szóval teljesen más kategória, rengeteget kell költeni rá, nem úgy van, mint egy, tényleg egy köművesnek, hogy megveszed mondjuk félmillióból hozzá cuccokat, ugyanaz az asztalos ugyanolyan szinten akarja művelni a dolgait, akkor belekerül mondjuk 200 millióba, szóval már itt is a költségek ugranak, meg tényleg az alapanyag rettenetesen drága. De nem is tudom, miért beszélünk erre, egy kicsit félreállok, egyébként itt tök jó kis telephelyet kitaláltam magamnak. Félreállok, és elmegyünk a boltba, megnézzük, hogy mit kell venni. Ne arra ugyatok, hogy tényleg ennyit pofázok, de valahogy egy kicsit ilyen, nem tényleg olyan, mint hogyha itt lennétek, és akkor úgy beszélgetnénk, nagyon kár, hogy nem. És egyébként most írjátok, hogy live-ozzunk. Az a baj, a live-ban nem így működik, soha nem így működik. Én nagyon sokszor live-oztam, ugye, és nem. Valahogy nem jön össze ez az egész hangulat, nem tudok így mesélni, mert folyamatosan jönnek emberek, hogy mikor lesz Pintyros, mikor lesz ez, rengeteg folyamatosan mikor lesz kérdés van live-okba, de egyébként tervezek live-ot, de mindegy, és elvonja a figyelmem, a másik meg ráhoztak mindig a hülyeségre, és engem nagyon könnyű rávenni, és akkor itt már minden lenne, itt repülő dolgok lennének, meg minden itt töréstesztet csinálnak, meg ilyesmit. Na, viszont. Nézzük meg, hogy mi az, amit szeretnék venni. Hát én nem itt akartam kutakodni, hanem a letöltött dolgokba azt mindig így belekeveredek. Igen, és nekem egy olyan kellene, srácok, nagyon érdekes dolgok adnak, és pont nem itt vannak, hanem itt vannak. Ahhoz, hogy mi elkezdjünk mezőgazdálkodni komolyan, ahhoz szükségünk lenne egy-két dologra, és meg is tudom venni. A csodálatos dolgok, gyerekek. Ez egy csoda, gyerekek. Igen, tudom, hogy kellene színt választani. Melyik szín neked? Ez csak hát érdekes, ugye össze-vissza vannak ezek a színek, nem szeretem őket. A napszín. Ez mondjuk legyen fekete. A megjelenés szín, mondjuk ez legyen piros. Ez már mindjárt autentikusabb. Ez meg legyen, milyen már ez csúnya. Valami tényleg olyan, ami létezhetett. Hát mondjuk ez a fekete kerék az elég erős. Ez meg csúnya. Milyen cím legyen, gyerekek? A piros az adta egyébként. Á, nem. A fekete az jó volt, nem? A szürke. Ez jó lesz. Ez így jó lesz. Ez, srácok, ez nem más. Kerékbeállítás. Ó, nem gubi. Ilyen. Ez egy aratógép. Azért nem mondom kombájnnak, mivel ez konkrétan egy olyan önjáró, vagy olyan nem önjáró, hanem egy olyan vontatott cséplőgép, amelyikkel már tudtak aratni. Úgyhogy ez kell egy traktor, és nem is tudom mekkora traktor kell, hol írja? Hú, 310 horsepower kell? Azt a betyár, gyerekek! Na, itt egy kicsit meg leszünk lőve, lehet, hogy vissza kell nyúlnunk a gőzgépekig, ami nem biztos, hogy rossz lesz nekünk, mert vannak gőz... És lehet, hogy ezt gőzgéppel kellene húzni. Ez jó lesz, gyerekek, ezt már most látom. Ide kelleni fog nagy gép.
És ennek ugye van egy ilyen vontatható, itt megint a színekkel egy kicsit variáljunk, és fából van, bazze, beszarok, nagyon szép, gyönyörűséges, ez mi ez? Na, ez így jó, és nézzétek, fából vannak a beordó szerkezet, ez gyönyörű, és ezt elvileg ezt tudjuk vontatni majd. Mit lehet? Kerékbeállítás? Hát nem tudom, hogy ez melyik lesz, jó? Megvesszük, jó? Oké, okay. És akkor ezt meg tudtuk venni. Gyerekek, várj, ezt kiveszem a földből. Nem, ez, hát ez lehet, hogy ez a kerék ez le fog menni, vagy mi? Ez elég hülyén néz ki itt, sajnos. Ez nem tudom, hogy fogom tudni olyan vonzolni. De ezt nézzed, mi ez? Úristen, gyerekek, hát ez beteg ez a gép. Ez rohadt jól néz ki, és ugye ez már konkrétan olyan, mint egy kombájn. Csak éppen, igen. Csak éppen, igen, itt tudunk üríteni vele, ugye valamivel mondhatni kell, ez kell majd egy eszköz nekünk. Ez mi ez a kanna? Ezt a kannát elviszem. Ez elvileg valami, valami öntöző kanna. Oké. Okay. Még valamit meg akartam nézni. Igen, ha már egyszer. Ja, gyerekek, hát olyat nem behetünk, nagyon szép dolgok vannak itt, például tudjátok mi az, amit én nagyon fogok imádni? Megmutatom, ez a DT-75. Ez rohadt jó, ez nekem annyira bejön, gyerekek, ezt nem tudom elmondani, hogy mennyire bejön, ez csodálatos. Ez csoda, ez a DT. Hú, úristen, de szép, na. Igen, meg a Szetor is milyen szép, csak még mindig nem tudjuk, hogy ezeket nem behetjük meg, mert ezek még nincsen, nem tartunk ott időbe. Igen, visszamegyünk ide, és viszont kellene nekem egy vetőgép. És valószínű, hogy ezt a vetőgépet fogom megvenni, hogy fel tud ülni a csóka. Azt hiszem, hogy lóval is lehet vontatni, meg izével, ökörrel is, ez tök jó, ez nekem tetszik. Várjátok, válasszunk egy kerékszínt. Jó lesz ez. Úgyis majd koszosodik. Oké, egy ilyet is vásárlunk. És akkor el akarok kezdeni izét gabonázni, gyerekek, mondjuk búza vagy ilyesmit, meg megnézhetnénk, akkor, akkor ezeket fogjuk majd használni, ezt is megvásároltuk, meg gyorsan ránézek akkor a földekre, jó? Hogy nincs-e valami, amit tudnánk menni, a 25-ös föld mennyibe kerül? Gyerekek, ezek nem drágák ezek a földek, hallod? Ezek jók. Nagyon szupi. Ja, 24-es az enyém, igen, itt. Meg ugye ez a pici földterület van hozzá. 23-as. Gyerekek, itt át kellene nézni. Basszus, nem is drágák a földek, és akkor elég nagyba tudnám művelni az ipart. Itt ez is jó, itt a... Ez a három, ez is tetszik, és ez szerintem megint ilyen nagyon olcsó lesz. Hol van? Ez hol volt? Hol vagyok én? Ja, ez a 2-3-4. Nézzük meg a 2-3-4-et. Ja, érdekes, így meg már nem annak mutatja. Basszus, ez ilyen 2000-be kerül, gyerekek, ez nagyon jó. 19 és meg 8000-be. Pénzt kellene csinálni minél hamarabb. Az erdőt is meg kéne nézni, gyerekek. Egy kis erdő, favágás is jó lenne. Ott is vannak ugye kisebb területek, és akkor le tudnánk vágni. Az is tök jó lenne, srácok. Mehetnénk traktor erdőre. Nagyon jó az erdő, nagyon meg van csinálva. Egyébként elég sok eszközünk van, azt néztem. Na, ugye az erdei rész, az itt van benne. És ott mi van nekem? Baszik, ott van valami. Vagy mik ezek? Mi az a sárga, bazd a gyerek? Mik azok? Mi a pera az? Mi a sárga, he? Itt is van olyanom, de mi az? De mi a... Gyerekek, mi az a sárga? Mi az a sárga? Sajt! Szerintem olyan sajt, amit már egyszer valaha felfedeztél, tehát elmentél arra. Ó, ott egy sajt, meg ott egy sajt. Akkor amit már felfedeztél sajt, ott azt mutatja a térkép, gyakorlatilag ahol voltál már. Ez nagyon jó, várja, akkor ide még elmegyek. Itt voltunk mi valaha valamikor. De várja, miért nem kapcsolom be 9-est?
Nem voltam én itt, gyerekek. Hogy voltam? Itt mi az? Mi a franc van? Mit lehet itt? Ide lehet a követ. Gyerekek, én nem veszem fel ezeket a sajtokat, mert most meg már meg ott is mutat egyet, meg ott is mutat egyet. Meg ott is mutat egyet az erdőben, meg ott is mutat egyet az előbb, ez... Jaj, itt volt, jó. Jó, nem veszem fel, nekem ez így elég cheat. Ez nekem nem tetszik. Na nézzük viszont, hogy miket lehet, mennyibe kerül itt. 12 000, valami nagyon kicsi terület nincs. Itt ez jó nagy, 54. Érdekes. Ja, ez az nem jó. Azt nézem, hogy ez mennyibe kerül. Jó, hát ezt nem kell megvenni, az ilyen gáz, hogy... 57. Egyenleg, érték, figyeld, az 57-es milyen olcsó. Meg ez is 1300-ba kerül, gyerekek! Lehet, hogy az kellene, hogy ki kéne menni az erdőre egyet, nem? Ki kéne menni az erdőre egyet, aztán vágni fákat. Az úgy lehet, hogy adná, azt bírnám. Meg ugye mindenki búzával akarom bevetni azt. Az állatólakat meg akarom nézni még, mert elvileg van szabadtartású dolgom. Fú, meg a mellettünk lévő ötös földet is meg akarom nézni, úgyhogy várjátok, gyerekek. Meg kell nézni ezeket. Na, itt van ez a föld. Ez viszont tök nagy lenne a kettő együtt, nem srácok? Ez jó lenne. Meg igazából itt mellette mi van? Bocs, hogy ezt nézegetem, de most ki kell ezt... Ó, itt van valami? Nem, itt nincs semmi. Ez érdekes, hogy itt nincs semmi. De itt... Basszus, itt van, nézd oda, valami fű, és ez nem lehet megvenni. Ha... Ja, le van, de hülye vagyok, 26-os, mert persze nem lehet, nem választottam. Ja, nem mutatja, érdekes, hogy bizonyos földek, ez miért 5-ös, 6-os, így megértett földeknél, meg 26-os. Na mindegy. Szembe vele ugye van egy csomó föld, ott is tudnánk venni. Meg itt ez a 49, és ez meg hatalmas. Az állattartásnál majd meg kellene nézni, hogy szabadon tartható állatok elvileg vannak nálam, modba. És azzal is lehetne művelni. Én kivennék erdőre egyet egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen Junkerre. Megnézni, hogy mit tudunk. Sőt, lehet, hogy egy pótkocsit kellene vennünk, egy újabbat. Nézzük meg a pótkocsikat, gyerekek! Sok érdekes dolog indul. Ez hajlóvas ez a traki, gyerekek. Ez 65 lóerős, ez is kevés. Kell néznem valami jó gőzgépet, esetleg annak a nagy cséplőgépnek, hogyha azzal működni akarunk. Ó, van két kettes izénk. Ültetőnk, ez hasonló, mint az a, amit vettünk. Meg akarom nézni pillanat, gyerekek, pótkocsi. Vannak itt már kicsit modernebbek is. Ez is modern, azt sem vesszük meg. Teljesen autentikusat kell venni, gyerekek, azt nehogy elfelejtsük. Az is új. Ez viszont nem rossz. Ez ilyen homemade, tudjátok. Ez ilyen homemade. Csak az a baj, nekem az nem tetszik, hogy gumikerekes. És ugye azért a gumikerék az szerintem még eléggé... Nem volt jellemző. Mondjuk egy ilyen... Ú, de kár, hogy nincs izé. Ezt bírnám azért. Reflektor nem kell. Van olyan, hogy nincsen hátulja. Nyitott, van ilyen faszállító. Baze is, ez teljesen fából van. Az alváz is fából van, azt nézem. Ez nem csúnya, ez nem rossz. Kár, hogy gumikerekes. Nem tudom, hogy megmerem megvenni gumikerekest. Egyébként már elkezdték a gumikerekes dolgokat gyártani, ugye? De ez nekem egy kicsit modernnek tűnik. Bár azt nagyon tetszik. 800-ba kerül. Valahogy jobban tetszene, mint ez. Az a lovaskocsival. De jó, kimegyünk ezzel. Kimegyünk erdőre, gyerekek. Van vonó rudam. Csak bár ezeket lehet, hogy ezeket a traktorokat nem nagyon lehet összekapcsolni, mert nincsen első vontatáspont. Na mindegy, majd valamit kitalálunk, srácok. Lehet, hogy veszünk egy erdőterületet. Sőt, írjátok meg. Erdőterület,
földet vegyünk, de én most tényleg erdészkednék, egy tök jó utak vannak ott, lehetne szenvedni traktorral, meg akkor jöhetnének az erdei történetek is, sikerült megtalálnom a megfelelő szót. Na köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!